május 7-én csípős, a Miami Gazi március 15-i Kossuth stafétát idéző időjárás fogadta a versenyzőket a sátorai újhelyi Kossuth téren. Sokan jónak, sokan nem az igazinak tartották a verseny új időpontját, ám abban mindenki egyetértett, hogy nagy szükség van erre a több mint két évtizedes múltra visszatekintő versenyre. Versenyzőket Szamosvölgyi Péter sátorai újhely polgármestere köszöntötte, aki kiemelte. Ennek a futásnak egyik legnemesebb célja, hogy mindenki a saját egészségéért is futhat. Kilenc órakor aztán nekivágott a távnak a váltó és az egyéni verseny mezőnye, akiket ezúttal egy kis hátszél is segített a futásban. A sárospataki célt a leghamarabb a férfi egyéni indulója, Stiller Dénes érte el, aki 44 perc 3 másodperc alatt teljesítette a távot. De ne szaladjunk ennyire előre, és nézzük néhány résztvevő szemével a versenyt, akiket a rajtot megelőzően és a verseny után kaptunk mikrofon végre. Hát én mindig őszinte elismeréssel tekintek azokra a versenyzőkre, akár egészen fiatalok vagy idősek legyenek, akik egy hosszabb távot futnak le. Tőlem a sportnak ez a része messze állt. Volt, hogy szükséges volt, hiszen én is aktívan sportoltam a futás, de én mindig meghívultam, megszenvedtem ezt. Úgyhogy én nagyon nagy dolognak tartom, és azt remélem, hogy itt ez a közel 500 versenyző nem csak ma vette fel a melegítőt és az edzőcipőt, hanem készült is erre a versenyre, mert akkor van értelme. Tehát lehet, hogy egy váltószakasz le lehet lépni egyszerű alkalommal, az ember kiköpja a tüdejét, és jó, ha majd én újra próbálkozom, de én abban bízom, hogy ez nem így történt, hanem ezek a gyerekek, ezek a felnőttek, ezek egy hónappal, két hónappal, egy héttel ezelőtt már elkezdtek edzeni, mert a futás sem és a sportot sem önmagában csak kirakatként kell tekinteni azon a napon, vagy abban az órában, amikor a verseny van, vagy a mérkőzés van, hanem a rendszeresség az, ami lényeges. Ezt tesz egészségesebbé, ezt tesz ellenállóbbá minket, és én ezért remélem, hogy ez az 500 versenyző, ami a második legtöbb induló a 21 éves történelmében a Kossuth stafétának, így gondolkozik. Azt hiszem, szép munkamegosztás is zajlott a városvezetésben, hiszen ön köszöntötte a résztvevőket, a polgármester úr meg végigfutja. Láttam, hogy itt beszélt vele, milyen utasításokat, taktikai feladatokat mondott neki. Az első, hogy mindig arra vigyázzon, hogy mindenki mögötte legyen, tehát akkor már olyan nagy hiba nem lehet. A másik pedig, hogy használja ki a szél, adta lehetőségeket, úgyhogy remélem, hogy ilyen széles esőleplet vittek magukkal, és akkor ezzel komoly előre tehetnek szert. De félretéve a tréfát, nem hiszem, hogy a polgármester, vagy a hivatal csapat, amely női váltónk is van, illetve a Seres Péter a hivatal részéről is szintén végigfutja a távot, nem hiszem, hogy az első vagy a dobogós helyezésért indul, hanem éppen azért, hogy megmutassák, hogy ez a példa, tehát nem csak beszélünk róla, mint én, hanem végig is megyünk a távon, és nem csak egy szakaszon, hanem akár az egészet végig lehet futni, és ha már beérnek a célba, akkor már sikernek tekinthető. Ettől gyorsabban kell. Az előző években, ha jól emlékszem, mindig azt mondtam verseny előtt, hogy inkább lelkiekben készültem, már az utóbbi évet megpróbáltam egy kicsit sportosabban tölteni, és az egész éven igyekeztem lejárni, futni és meg kerékpározni is. Most igazán erős az elmúlt hét sikerült, szinte minden nap mozogtam valamit, de előtte is próbáltam azért aktívan eltölteni a szabadidőt, hogy egy kis kondíciót összeszedjen az ember a mai napra. Azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy ez a rendezvény is a 750 éves város jegyében zajlik.
közel itt is a létszám a 750 felé, ahogy hallottam. Így igaz, nagy öröm számomra, hogy az elmúlt években, mindegyik évben egyre több és több induló vett részt a kosustafétán, és idén kitűztük, hogy jó lenne, ha 750 év induló lenne, 500 fölött tudunk, elvileg nem fogadunk el a mai napon nevezéseket, de hogyha valaki elfelejtette, vagy nem ért be a nevezés alapja, szerintem befogadjuk, úgyhogy szerintem ez valóban meg fogja közelíteni a 750-et. Azt hiszem érdekes elgondolkozni azon, hogy 750 évvel ezelőtt hogyan futhattak, hogyan mehettek át egymás településére az emberek. Manapság már országút, kerékpárút, vasút, mindennel van lehetőségük. Hát igen, hogy csak abba gondolunk bele, hogy Kazinczy Ferenc Széphalomból minden nap gyalog járt be ide egykori vármegye házára dolgozni. Bizony más világ volt. Szerintem egy kicsit jobb volt abban az időben az embereknek a kondíciója, mert csöppet el vagyunk kényelmesedve, ezért is nagyon fontos, hogy ilyen rendezvények vannak. Sőt, egy újdonság lesz az idejében, hogy Patakon a célba, a hegyrefutó versenyre már most le lehet adni a nevezéseket. Szeretnénk egy kicsit felpörgetni a lakosságot, és mindenkivel elhitetni, hogy nem baj, hogy az ember elmúlt 30, elmúlt 40 éves, ettől egy kis mozgás nem árt, sőt, inkább használ. Úgyhogy én most is biztatok mindenkit, hogy jövőre, ha érez magában egy nagyon pici elhivatottságot, akkor kezdjen el készülni, nem kell világcsúcsot futni. Négyen váltóba, szerintem bármilyen korba le tudják teljesíteni az adott 3 kilométert. Melyik része tűnik kritikusnak számodra itt a versenynek, kilométerben vagy éppen emelkedőben, lejtőben? Hát volt már szerencsém futni Sáros Patakra is, meg Patakról is Újhelybe, és nekem a legrosszabb része, amikor Patak felé futunk a Somjódon behagyása után, ugye van egy kis lejtő, és utána egy elég érdekes emelkedő, mielőtt elérnénk Sáros Patakot, nekem az szokott mindig a legkritikusabb rész lenni. Van egy sárospataki hölgyváltó, aki rendszeres résztvevője a kosustafétának, mindig más és más érdekes nevekkel. Milyen néven, milyen összeállításban álltok most rajthoz? Hagyományőrző módon a Banya Team nevet kaptuk ismét. Tavaly győztünk, és szeretnénk, hogyha ez a név most is jelezni a csapatunk értékét. Hogyan készültök egy ilyen futásra? Hát te testnevelő tanár vagy, azt hiszem te napi edzésben vagy. Mondhatni, bár igazándiból futni kéne ahhoz, hogy a futóversenyre készüljünk. Hát a kolléganőim futkároznak, úgyhogy ők mindenképpen edzésben vannak, én pedig bízom abban, hogy valóban a napi jövésmenés, kerékpározás, torna megteszi a hatását. Milyen varázsa van ennek a kosustafétának? Számunkra mindig nagy varázsa van, hiszen már szerintem több tíz évben mérhető, amióta ezt tűzzük, ezt a sportágat, és ezen a versenyen részt veszünk. És ahogy idősödünk és korosodunk, egyre inkább nagy a varázsa, hiszen mindig ugyanazokkal az arcokkal találkozunk, akikkel ilyenkor szoktunk, és általában ez az egy alkalom évenként biztosan alkalmat nyújt arra, hogy összefussunk a régi ismerősökkel. Azt hiszem ez eredményességben is mérhető. Milyen eredményeitek vannak az elmúlt években? Hát általában az első 3 helyezett között szerepeltünk, tavaly győztünk, tehát ez egy nagyon jó év volt a tavalyi év. Most is szeretnénk valami hasonló helyezést elérni, edzettünk is tulajdonképpen eleget rá, azt gondolom fejben is nagyon sokat, és remélem, hogy ott sikerül a dobogó legfelső fokán sikerül végeznünk. Egy nagy hiányzó is van itt a kosustafétán, aki az utóbbi években, ha már futni nem is tudott egy baleset miatt, de mindig itt volt. Ennek emlékére egy szalag van a kezeden. Valóban így van, egy kedves egykori futótársunk, csapattársunk és barátunk Firkó Zsuzsa emlékére kötöttük fel ezt a szalagot, aki valóban nem lehet itt közöttünk már, mert nemrég elhunyt, de szívünkben, a lábunkban és mindenütt ott van, ahol kell és ahol tud segíteni.
Az árva és sport eredményei azt hiszem kötelezik az iskolát, hogy szép számmal vegyenek részt a Kossuth stafétán. Mennyire jött össze ez a létszám? Igen, nálunk hagyomány, hogy mindig részt veszünk ebbe. Az elmúlt évhez képest azt mondom, hogy kevesebb, de ebbe egy kicsit a hét időjárása, meg versenyei is közrejátszanak. Kevesebben vagyunk, de én úgy láttam, hogy Sárospatakon még mindig mi vagyunk a legnagyobb létszámban az általános iskolák között, és szerintem méltóképpen fogjuk képviselni a Sárospatakot, meg az iskolát is. Mennyire szeretnek futni a mai gyerekek? Hát, gyerekre válogatja. De akik jó sportolók, azoknak nincs az ellen kifogása, hogy egy 10 percet lefusson. A kihívás érteti őket, ezek olyan gyerekek, akik eljöttek, hogy szívesen le fogják futni. Sportos pedagógusok is vannak az iskolában, van-e pedagógus résztvevője a stafétának? Nem, nincs pedagógus résztvevője, csak szervező és a gyerekek felügyeletét végezzük. És miért nem lehetett rászedni pedagógust? Nem tudom, nem is gondolkodtunk rajta. Mostanában nagyon sok verseny volt a héten is, megyei, országos versenyek. Egyik versenyről esünk be a másikba, úgyhogy egy kicsit úgy voltunk vele mi is, hogy nehéz volt így is megszervezni ezt a versenyre, hogy itt legyünk. Itt a szabad szombatokat áldozzák fel a kollégák ezért, hogy itt legyenek a gyerekek, és ennyi nekünk elég. Egy jókedvű váltócsapat készül a Kossuth stafétára. Mit tudhatunk rólatok, honnan érkeztetek, hogyan állt össze ez a váltó? Hát mi egy baráti társaság vagyunk, és Új Ágnes ismerősünk lakik itt Sátoraljaújhelyen. Ezért mindannyian másonnan érkeztünk, én Bugyiról jöttem, a lányok Budapestről és Debrecenből, és hát nagyon izgulunk, milyen lesz ez a verseny. Mennyire vagytok gyakorlott futók, hogy vállalkoztatok egy ilyen megmérettetésre? Hát ez teljesen ilyen szórakozásként indult, aztán picit készültünk is rá, de én például kézilabdázom versenyszerűen, Bea pedig táncol. Korábban jártatok már ezen a vidéken, vagy most lesz a debütálás? Hát nem, már kétszer jártunk ezen a vidéken, és nagyon szeretjük, úgyhogy még reméljük jövünk többször is. Milyen kihívás egy ilyen távot lefutni? Hát 3100 méter azért nem olyan kevés, úgyhogy meglátjuk, reméljük, hogy sikerülni fog. Milyen eredménnyel lennétek elégedett, vagy csak a részvétel a fontos? Hát mondhatnám, hogy a részvétel a fontos, de azért szeretjük jól teljesíteni azt, amiben belevágunk, úgyhogy szeretnék helyezéssel érni. Ez az időjárás mennyire jó a futásnak? Ez tökéletes a futásnak, mert a szél sem fúj annyira, és nincsen meleg, úgyhogy tökéletes. A verseny rangidős résztvevője a 75 éves Lehocki Sándor elmondta, a távnak két nehéz szakasza van. Az első, meg a vég. Az első azért, hogy még az ember úgy nincs bemelegedve, meg minden, az utolsó meg azért, hogy akkor már fáradtabb az ember. De az elsőben azért biztosítja az ember magát, hogy ha már itt vagyok, akkor fussok. A végi meg azért megy, hogy az ember úgy van vele, hogyha már végigfutottam eddig, akkor most már ha beledöglök is végig szaladom. A Sárospataki vasúti átjáró is nehéz feladat elé állította a résztvevőket, hiszen a piros jelzésnél a futás helyben futássá változott, s volt akinek egy régi sláger jutott eszébe. Andira indultam, délután az ott.
tartai pálom, Beethoven előttem sorompó, mögöttem egy karaván. A zsínen átmenni nem lehet a kezelőhöz hát, elmegyek, annyiszor tettem én össze már a kezemet. Drága bakter úr, a sorompot miért nem nyitja fel? Engedjen át, hisz a vonat nincs még oly közel. Vár egy leány a sorompó másik oldalán, nem várhat ő egy hétig rám. A vonat elment, és mindenki folytathatta útját a Sárospataki célhoz, ahol szintén munkamegosztásban dolgozott a városvezetés, hiszen Sikora Attila alpolgármester és Szvitankó Tamás, a Humánbizottság elnöke fogadta, köszöntötte a célba érkezőket. Én nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok, hisz most ne haragudjatok, de amit az eszem tudom, én van Kossuth-staféta a Sárospataki és Sátoraljai Újhely között. Ha május, akkor Kossuth-staféta. Most Újhelyből indult a rajt, mint látjátok, nagyon sok résztvevővel, évente egyre több résztvevővel, az idő is kegyes hozzánk, és én azt hiszem, ez egy óriási kapocsa két város között, hogy ennyi ember elmegy, lefutja a távot, itt pár szót vált egymással, és eltölt egy jó napot. 21. éve zajlik már ez a Kossuth-staféta, azt hiszem, igen, hagyományosnak nevezhető most már, hiszen éppen ugye nyerőszáma 21. Nagyon fontos, és bár az eredeti időpont egy picit korábban volt, ugye eredetileg Kossuth-staféta a március 15-i ünnepségehez kapcsolódott, de mostanában az időjárás kiszámíthatatlansága miatt átkerült már április vége, május elejére, így vagyunk most itt májusban, amikor sorra került a immár 21. verseny, és megint nagyon-nagyon sok résztvevővel, több mint 400 induló volt összesen. Úgyhogy azt hiszem, hogy nyugodtan nevezhetjük már egy nagyon jól bevált és hagyományos versenynek. Vannak esetleg személyes élményeid? Hát magam futóként bevallom, még soha nem indultam, viszont szervezésben az első perctől kezdve ugye, mint testnevelő részt vettem, most pedig már ugye dupla funkció miatt is jelen vagyok, de nagy élmények köthetők ahhoz, hiszen a különböző években igen-igen izgalmas befutókat és nagy neveket, ugye elég a Bogár Jánosra gondolunk, aki többszörös Bécs-Budapest maraton győztes, aki nagyon-nagyon sokszor évekig versenyzője volt ennek a mi tornáknak, és ez volt az éven neki mindig az első verseny, amikor még ugye március időpontban volt. Ezek a versenyek mind-mind emlékezetesek. Bár még nem tudjuk az eredményeket, de nekem úgy tűnik, hogy ön az első hölgy helyezett. Milyen volt a verseny? Köszönöm szépen, nagyon élveztem, nagyon jó volt. Jó volt az indulás, úgyhogy jól éreztem magam. Igaz, hogy az utolsó pár méter egy kicsit nehezebb volt, de jól ment. Hát egy kimondott futóalkatú hölgynek nézem, bizonyára nem ez volt az első futása. Nem, igen, tavaly is részt vettem már ezen a versenyen, és szoktam a pesti félmaratont és a kassai félmaratont. Milyen versenyeken szokott még részt venni? Ó, ezen kívül sehol. Ezt a kassai és a pesti félmaratont. És ha Királyhelmecen van verseny, akkor ott szoktam még futni. Milyen kihívás volt ez a verseny a 10-12 kilométerével? Hát ez egy természetes, mert én elég sokat futok, úgyhogy hetente háromszor, négyszer futom azt a 10-11 kilométert, úgyhogy ez egy olyan természetes futás volt, nem volt semmi plusz. Milyen hangulata volt a versenynek? Köszönöm szépen, nagyon jó volt, jó a hangulat. Talán kevesebben, hogy kevesen voltunk hölgyek, és kevesebben voltak, mint tavaly. Nem tudom, hogy miért volt ennyi kevesebb ember. Mennyire elégedett az idő eredménye? Azzal elégedett vagyok, köszönöm. Az azt hiszem, hogy egész jó. Jobb, mint eddig. Azt hiszem, nagy öröm egy ilyen versenyen a dobogóra állni. Milyen volt a verseny belülről? A verseny belülről? Szerintem most jó volt, hátszerünk volt. Évek óta ez most szerintem rengetegször volt hátszél, de jó volt szerintem összessége, nagyon jó volt belülről.
gyakorlott futó vagy, milyen eredményeid voltak idáig a Kossuth stafétán? Hát nagyjából ezek így dobogó környékén mindig sikerült, de hát 12 éve futok, aztán ezekből általában hát összejött mostanában a dobogó. Melyik a legnehezebb szakasza a távnak így Sátoraljóújhely-Sárospatak között? Hát nincsen nagyon nehéz szakasz. Ez rövid táv, nekem rövid, mert én egyébként inkább félmaraton, maratonokat futok. Ebben nincs nehéz rész. Itt végig 10-12 kilométer, itt csak menni kell és menni. Volt-e, aki hajtott, vagy a saját tempódat tudtad futni? Saját tempó is, kész végig, nincs. Amit az edzésből az ember edzés alapján tudja, azt tudja, kész, nem lehet itt rohanni. Mi lesz a következő futás? Hát majd nyáron biztos félmaraton, maratonok, amik szokásosak. Budapest, Bükki hegyi maraton, Kékes csúcsfutás, Hortobágy félmaraton tavaly, ott végül is ott jó volt, mert ott 500 emberből, ott végül is a 16. lettem, az jól sikerült, de nagyon viharos szél volt. Hát végül is itt is viharos volt, de most hátszelünk volt, ott viszont szembe szél volt. Kérnék szépen egy picit! Péter, a tavaly magashegyi futáson találkoztunk, akkor legyőzhetetlen voltál. Most is csak egy ember tudott legyőzni. Milyen volt a futás? Jól éreztem magam, kellemes futás volt. A hideg volt néhol bizonyos időszakokban, illetőleg a hátszél után a vége felé volt, hogy szembeszél. Bekerültünk, de összességében kellemes futás volt. Tavaly azt kérdeztem, mennyivel nehezebb hegyre futni, most azt kérdezem, mennyivel volt nehezebb itt laposan futni. Hát a sík területen mindenképpen könnyebb futni, az ember felvesz egy tempót és azt igyekszik tartani, úgyhogy ez mindenképpen könnyebb, illetőleg azért könnyebb beosztani az erőtartalékokat is. Tehát a felfelé menő szakaszokon az ember mindig nehézkesebben tud haladni, úgyhogy ott sok erőt veszíthet. Ezen a pályán csak egy-két helyen volt minimális emelkedő, arra az ember rá tudott készülni, ismeri a terepet, úgyhogy ez azért egyszerű. Köveshegynél még nagyon együtt voltatok, hol lépett meg az ellenfeled, ott már hol mondtad azt, hogy nem futok vele tovább? Nem sokkal a Köveshegy után, tehát az első váltónál még együtt haladtunk, aztán a másodiknál már nem. Azt, hogy ezt a nő lépett meg, vagy én lassultam egy kicsit, valószínűleg az utóbbi, ő talán egy nagyon jó tempóban haladt végig, és akkor én a második váltó előtt kicsit lassultam. Aztán már olyan távolság alakult kettőnk között, hogy nem volt esélyem behozni. Arra törekedtem, hogy stabilan a második helyet elérjem, ezt sikerült. Elégedett vagy az időeredménnyel? Mi lesz a következő megmérettetés? Hát ez a másik dolog, hogy az időeredménnyel viszont tökéletesen elégedett vagyok. Hiába második lettem magamhoz képest, hogy az ember azért többnyire mindig önmagával küzd ilyenkor, és magához képest akar amatőr sportolóként jó eredményt elérni. Ez sikerült, ugyanis a tavalyi időeredményhez képest egy másfél perccel jobb időt futottam, ez mindenképpen siker. A következő verseny az minden bizonnyal az előz meg a Kisvasutat Párházi állomásra lesz, illetőleg utána a magashegyi futóverseny újra. Hát igyekszem ott is jól teljesíteni. Hát egy nagyszerű eredménnyel magabiztos győzelmet szereztél itt a Kossuth stafétán. Aki egy ilyen győzelmet szerez, azt hiszem, hogy nem az első versenye. Mit tudhatunk a futó múltadról? Ez így van már több mint 15 éve. Először csak hobbi szinten kezdtem el kocogni, aztán egyre fontosabbá vált a futás az életemben, és egyre több versenyen is indultam. Félmaratonokon már háromszor teljesítettem maratont is, és amikor meghallottam, hogy most Patakújhely között verseny van, akkor úgy gondoltam, hogy meg kell próbálnom. Mi a szépség a futásban? Hogyan mutatnád be olyan embereknek, akik irtóznak a futástól?
Én úgy gondolom, hogy mindenkinek más a motiváció, hogy miért is kezdi ezt, szerintem ezt a gyönyörű sportot. Van, aki a barátok miatt, jó kedv miatt, valaki a kihívást keresi, milyen távot, milyen időt tud teljesíteni. Szerintem ez mindenkinél változó. Én csak azt tudom javasolni mindenkinek, hogy próbálja ki, mert szerintem előbb-utóbb mindenki ráérez a futásnak a szépségére. A Köveshegynél még a sarkadban volt Nyíri Péter, aztán megléptél. Hogy jobb futni, amikor hajt valaki, vagy amikor futom a saját tempómat? Én most megpróbáltam a saját tempómat futni. Úgy gondoltam, hogy ha utolérnek, akkor majd esetleg még próbálok gyorsítani. Igen, jó versenyt futottunk, és örülök, hogy sikerült győznem végül is. Az idő eredménnyel mennyire vagy elégedett, milyen időt tűztél ki magadnak? Az igazság, hogy időben nem volt elképzelésem, hogy mit kellene futnom, milyen tempót. Nagyon sokat segített most a hátszél, és nem volt elvárásom, úgyhogy örülök végül is ennek az idő eredménynek. Szerintem egész jó időt futottam. Mi lesz a következő megmérettetés? Valószínű ősszel egy fél maraton, utána pedig ismét egy maratonon szeretnék indulni. A 132-es váltócsapat tagjának célba futásával mindenki szerencsésen célba ért. S aki teljesítette a távot, az ajándékba kapott emléklappal győztesnek érezhette magát. Persze a dobogós helyezetteknek a serleg és az éremjutalom is járt. És meg kell említeni 4 külön díjast. A verseny legfiatalabb résztvevője a 9 éves Kababik Bianca volt. Legidősebb futóként Lehocki Sándor teljesítette a távot. A Firtkó Zsuzsanna hölgyváltó a Kossuth staféták egyik nagy versenyzőjének, a tragikusan elhunyt Firtkó Zsuzsanna emlékének adózva futott. És a Kossuth stafétán egy külön verseny is zajlik Sárospatak és Sátoraljóújhely között, mely az indulók számát veszi alapul. 2011-ben ezt a versenyt Sátoraljóújhely nyerte meg. Sportszerető emberként hogy érzed, mennyire érdemelnek tiszteletet ezek, akik vállalják ezt a megmérettetést? Hát mindenképpen a legnagyobb tisztelettel kell róluk beszélni, éppen ezt mondom, hogy én nem nagyon vállalkoznék egy ilyen hosszú távra, és ahogy láthattuk itt a befutóban, egész piciktől egészen 60-70 éves korig most már valóban minden korosztály felölel ez a verseny. Nyugodtan nevezhetjük kortalannak, hiszen a versenykírásban lassan kiírhatjuk, hogy 0-tól 100 éves korig indulhatnak. Nagy hagyománya van most már, és valóban egyre többen érzik azt a szükséget, hogy egy kis mozgással, és hát ugye egy jó lehetőség a két várost is összekötve, részt vegyenek ezen a Kossuth stafétán. I want it.